Sziasztok! Hát a kapásról lemaradtatok, de valamit fogtam. A kis harcsát. Nézzetek oda! Kis harra, kis harcsa. Ilyen szépség. Engedtük szépen, de szép kapást csinált. Elég jó kis halra jött. Közben lehet, hogy az úszomra is kapás van, ott vanni. Megindult valami vele. De elengedte. Próbálom, mert jobban szeretek sűrűre úszóval horgászni igazán, és ahol nem olyan mély, ott inkább az úszót szeretem. Hú, bogyó, mit fogtunk kis harcsát. Jöhetne nagyobb is. Például egy 5 kilós. Nem bánnám. Elég határozottan elvitte, muszáj volt bevágni. Még egyszerre kapcsoltam a kamerát is, de már akkor hajlította a botot. Hirtelen kapás volt. Most már elég sok kis harcsát fogok. Szerintem az jó jel, mert akkor ezek szerint a tavaly meg a tavaly előtti hívás az valamennyire sikerült. Bogyó, mit fogtunk? Harcsát fogtunk, és visszadobtuk, igaz? De te már ettél pontyot, úgyhogy elég az neked. Megtartottunk egy pontyot a hónapi halászléhez. Mivel süllőt nem tudunk fogni, akkor muszáj pontyot enni. Ilyen az élet. Valami kamerával megmutatni, hogy mennyire csodaszép most ez a naplemente. Mintha a vízen úsznának a fák. Gyönyörű. Folyó is szép. Egész lassan folyik. Balinok rabolnak. Meg a jégmadár. Valamelyik nap rászállt így a botomra. Jégmadár, és nem is fél tőlem. Érdekesek. Most egy hírt olvastam, pont amikor harcsakapás volt, hogy Spanyolországban valami keszegek tengerbe megtámadják az embereket. Retro rádióban meg bemondták, hogy valami cápa neki ment egy gumicsónaknak, azt szétszette. Alig tudták kimenteni a benne levőket. Lehet, hogy megsokalta a tenger ezt a kabzsiságot, hogy az emberek kizsákmányolják. Azt próbál védekezni, úgy, mint a Avatarba, vagy melyik filmbe, és nem is tudom, valamelyikbe. Érdekes azért. Úgyhogy Spanyolországban sok helyen be is tiltották a fürdést. Hát, hogy ez mennyire igaz? Nem tudom. Mi lesz, ha itt is a keszegek harapni fognak, bogyó? Megharapják az órodat, mikor iszol vizet. Egyszer már rárabolt az órára valami, majdnem. Fújtatta a vizet a félhalmi hortágon, és valami ott rabolt, hogy most az órára rabolt, vagy csak oda vágott, vagy nem tudom, de hát bogyóka az úgy visított, hogy csak na, elkapta volna egy nagy harcsa.
Hát volt még egy akció, még ebben a szép fényviszonyokban. Gyönyörű, egyszerűen nem tudok vele betelni. Hát szerintem festeni nem lehetne ennyi szép szint. Ilyenkor esténként mindig ott bambulok, közben koppan a kapásjelző. Viszi a botot a hal. Tegnap egész sokáig kint voltunk, 10 óráig. De szerintem máma nem leszünk, mert nagy értelme nem volt. Alkonyatkor, ami volt kapás, utána meg semmi nem volt. Szerintem nem nagyon érdemes tovább lenni. Csak butorkál az ember a sötétbe. Meg az összefakulás egy rémálom. És tegnap nem is volt holdvilág, de a harcsa nem rabolt. Semmi rablás nem volt. Hát, akkor azért kéne rabolni a harcsának, nagy film szerint. Próbálom még hát a 10 perc videóba belefér még egy kapás. Kicsit meg is mozgatom a csalikat. Úgy rájöttem, hogy egy kicsit megringatom óvatosan a csónakot, akkor fenekezőket megmozdítja, utána általában mindig szokott lenni kapás. Legtöbbször. Szembe beszéltem egy horgásszal, az mondta, hogy kősülőt fogott, egy méretes, vagy miért, nem is tudom mi. Visszadobta. Kis harcsát fogott ő is, meg pár keszeget. Hát eléggé az apróságok jönnek most. Kicsit hűl az idő, akkor másfele vesszük az irányt. Ahol tavaly fogdostam a nagyobbakat. Csak ottan nincs árnyék, az a baj. Nem lehet elhúzódni árnyékba. Úgyhogy megvárom azt, amikor már jó esik a napfény. Majd akkor megyünk oda. Meg elég messze is van evezni. Hát busázni nem tudok sajnos, nem tudom megcsinálni a videót, amit terveztem. Egy busát nem látok a vizen. Úgyhogy ha esetleg majd visszajönnek akkor. Hát megvettem a busázó etetőanyagot. Szóval végig majd keszegre megpróbálom elhorgászni, vagy pontyra. Szerintem arra is jó lesz. Eltűntek teljesen a busák, pedig annyi volt, hogy felhőbe úsztak, még amikor nagy meleg volt. Mikor ment lefelé ez az algás víz a duzzasztó irányába, akkor szerintem avval együtt mentek lefelé. Követték a algát. Gondolom, mert hogy azt teszik. Megjött a frissebb víz, tehát ez már nem algás ez a víz egy kicsit se. Ezt mentek az alga után, azt valószínű, hogy ott vannak a dúzasztó előtt, de ott fogják is, mert látok ilyen megosztásukat, hogy dúzasztónál 10-15 busát fognak szedni szembeket. Hát én a busa miatt nem megyek el olyan messzire. Az innét kocsival vagy hát 50 km, oda-vissza 100. Úgyhogy a busa nekem annyit nem ér. Még a sülőjé sem mennék el annyit.
Majd, ha visszajönnek, akkor csinálok videót. Amúgy is otthon hagytam a vattát, úgyhogy nem is tudom megmutatni azt a módszert, ahogy szoktam. Hát nincs kapás. Bogyóka is nézi, hogy nincs kapás. Úgy tudja nézni a kapás jelzőt, teljesen meretten nézi. Igazi horgászkutyus. Elkezdi húzni a hal, olyankor aztán még a bokája is remeg. Nem nagyon lesznek a rablók, úgyhogy ki is kapcsolom szerintem. Egy film, egy akció, úgy tűnik. Sziasztok, ha tetszik, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!